És maradjunk akkor a borozásnál, legalábbis a szavak szintjén. Január 25-én borért konferencia a mezőgazdasági múzeumban. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Nagy Gyula Istvánt, a borért konferencia szervezőjét. Jó reggelt kívánunk, és Sztanev Bertalan borászt, jó reggelt kívánok. Ugye ennek két része lesz, hogyha jól tudom, ennek a konferenciának, mert ugye lesz egy konferencia része, és lesz egy bortúra része. Kivel kezdjem? A rendezvény teljes neve ugye, hogy borért konferencia és bortúra. Ez az és bortúra tartalmazza, vagy utal arra a második részre, ami gyakorlatilag borbemutató, borkóstolás azt tartalmazza, és a konferencia rész pedig a szorosan vett szakmai része. Ez időben úgy néz ki, hogy egy órakor kezdődik a konferencia, elég tartalmas lesz, arról majd tudunk két-három mondatot váltani, és utána pedig kinn a kiállítók várják a látogatókat borokkal és némi gasztroínyentségekkel is. Elég sok kiállítónk van, tehát ez az adott helyszín, a mezőgazdasági múzeumnak az aulája, ez már tulajdonképpen tele van a kiállítók szempontjából, és azt gondolom, hogy nagyon értékes és izgalmas dolgok fognak ott történni, hiszen végül is arra van lehetőségünk, hogy így Vincenap után, ha nem is az adott borvidéken, de mi idehoztuk a borvidéket, hogy a borászok közvetlenül találkozhassanak a fogyasztóval. Villány is szerepelni fog a bortúrán, erről is így beszélgetünk. Van. Majd beszéljünk a konferenciáról, szakmai konferenciáról beszélgetünk. Mit jelent ez pontosan? Ez konkrétan azt akarja, hogy a Borért konferencia az egyetlen borturisztikával foglalkozó ilyen esemény Magyarországon, és hát nem véletlen Vincenap környékén a szervezés, hiszen ilyenkor a borászok még ráérnek, a borturisztikában érdekelt szakemberek jobban fókuszálni tudnak azokra a szakmai kérdésekre, amikkel majd aztán egész évben nekik dolgozniuk kell. Ilyen például a támogatási rendszer alakulása, hiszen egy új költségvetési időszak kezdődött, most nyílnak majd meg ezek a források, és az Agrárminisztérium képviseletében fogunk erről egy előadást hallani. De ugyanígy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is, mint a legfontosabb szakmai és szakmaközi szervezet a borágazatban, meg kell, hogy szólaljon, milyen tevékenységekkel fog majd a borászok rendelkezésére állni a következő évben. Itt Frittmann János úr, a szervezet elnöke fog nekünk egy előadást tartani, és nagyon fontos, hogy az MTÜ, a Magyar Turisztikai Ügynökség részéről is lesz egy előadónk, aki pedig az adatok feldolgozásával kapcsolatban fog nekünk részletesebb bemutatót tartani, hogy azok a turisztikai szakemberek, akik az ágazatban dolgoznak, milyen segítséget kaphatnak majd azokból az adatokból, amiket nekik kell a rendszerbe szolgáltatni, mint akár mint vendéglátó, vagy mint szállásadó, vagy valamilyen attrakciónak a szervezői, lebonyolítói. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és azt gondolom, hogy komoly anyagi zsebbevágó kérdések, hogy ezeket kellően ki tudjuk együtt tárgyalni, és tudjunk egy olyan utat mutatni a szakemberek számára együtt, amiben ők el tudnak indulni 2024-ben. És ami még nagyon fontos, hogy természetesen gyakorlati része is van ennek a konferenciának, hiszen van egy borban a közösség elnevezett program része a konferenciának, ahol jó gyakorlatokat mutatunk be, hogy a bor és a közösségépítés hogyan kapcsolódik össze, hogyan gazdagíthatjuk közösségeinket egy-egy boros rendezvénnyel, borturisztikai elemekkel. Bertalan, ön borász, azt azért nem árulunk el nagy titkot, tehát önnek is van valamilyen fajta kapcsolódása a bortúrához, ahol az ember ugye borászokkal találkozhat, és gasztronómiai élményei is lehetnek, ezt jól gondolom? Majdnem. Én pincehajtótól kifelé foglalkozom a termékekkel, tehát én magam nem készítek bort, de már nagyon régen bor szerető embernek és bor szakértő embernek tartom magam. A borágazat különböző kérdéseivel foglalkozom, és mint a Borint Egyesületnek egy tagja, szervezzük együtt ezt a konferenciát most már 6. éve, tehát ez ebből a szempontból egy nagyon jó kihívás, de természetesen a Borért Egyesületnek azért van más feladata is, ahol, amit nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy a bor szerető embereket a bor készítőkkel szeretnénk összehozni, kreatív módon minél több személyes találkozás legyen
a program elemek között minél inkább ezt a közvetlen értékesítést tudjuk erősíteni. Mi lesz a bortúrán gasztronómiai élményeket? Itt előzetesen említett már, és természetesen gondolom, hogy borkóstolásra is van lehetőség. Természetesen, hát mondanom sem kell, hogy nyilván a gasztró része, ami a borhoz illik, számos ilyen egyszerűbb kis termékfalatka lesz, a kolbászfalatkáktól a sajton keresztül, de egész a lekvárokig, vagy fánkokig, tehát azt gondolom, hogy eléggé széles kínálat lesz. Burokat pedig ott természetesen mindenhol lehet kóstolni, a helyszínen tudnak borokat váltani, és a látogatók így tudnak borokat kóstolni. Nagyon számítunk a fiatalokra is, ezt csak azért emelem ki, mert fontosnak érezzük azt, hogy a bor mint bizalmi termék bemutatásra a fiatalokhoz közelebb kerüljön, és a tavalyi évben, amikor körülbelül hasonló időpontban rendeztük a rendezvényünket, ezt a rendezvényünket, akkor már elég szép számban keresték fel ezt a rendezvényt. Nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvényhez is, tehát január 25-én Borért konferencia és bortúra a Mezőgazdasági Múzeumban. Köszönöm, hogy itt voltak velem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.